Rossz napok. E nyugtalan idők előérzetes izgalmát, mint valami gúnyolódás a sorstól szakítá meg egy örömhír. Az ifjú, szép, közszeretetben álló osztrák-magyar császárnénak fia született. Trónörökös. Lesz-e még trón, amit te örökölj? Sóhajta fel könnyeit hullatva mosolygó gyermekére a szomorú anya. Fogsz-e te még koronát viselni, vagy te is azon szomorú alakok számát szaporítod, akiknek nincsen sehol hazájuk, mert apáik királyok voltak? Ez az örömhír valóban hasonlított egy gyászhírhez, ahogy azt Künn és Bent fogadták. Egy trónörökös születése az országot megdönteni induló végső katasztrófa előestéjén. A külúdvarok követei rögtön siettek uralkodóik nevében üdvkívánataikat átadni a császárkirálynak, de mindezen üdvkívánatok hasonlítottak azokhoz a biztatásokhoz, amikkel nehéz beteget szoktak dédelgetni jámbor látogatóik, hogy ma jobban lesznek nem sokára, jó az Isten, elmúlik a baj, és aztán még együtt mulatunk, meg hogy csak vigyázzanak magukra, őrizkedjenek a légvonattól, a hangos beszédtől, ki ne menjenek addig a házból, amíg egészen erőhöz nem jöttek, akkor is jól felöltözzenek, ne indulatoskodjanak, gyönge ételeket egyenek. Bizony pedig de sok nehéz falatot kellett a szegény beteg embernek megemészteni, amivel az európai diplomácia traktálta. Hanem azért szerencsét kívántak neki a trónörököshöz apró és nagy fejedelmek és köztársaságok. A legutolsó üdvözlet a Nihil országától jött, még Sásza asszony is küldött egy adhok követet Budapestre üdvözletével. És követét bizonyára nem is szívesen, de szertartásosan fogadták volna, a követ személye ellen nem lett volna éppen kifogás. Ez a követ Mazrúr volt. A király határozottan elutasítá magától, hogy ő egy olyan embert fogadjon el, kit erkölcsi métej miatt tiltott ki országából. Mazrúrt nem fogadták el. Lett azután az ellenséges lapokban emiatt nagy hajcihő. Lapról lapra járt a válasz, amit Sásza asszony mondott követének elutasítására. Na hát, majd ott leszek a trónörökös keresztelőjén. A magyar-osztrák kormányok nem is ámították magukat többé a helyzet iránt, ki kell itt húzni a kardot előbb vagy utóbb. A háború előkészületei megvannak már téve, és amennyi hadsereg kimozdítható volt, az mind Galíciában lett összpontosítva, mint hogy a Nihil hadseregei is a Visztula mögött voltak összevonva. A fő pivot, a szambori erődített táborhely, ahonnan egyfelől a Dnyeszter vonal megvédhető, másfelől a Visztula vonal erőszakolható. Krakóban volt összpontosítva 200 ezer magyar honvéd és újonc sor ezred, mely intézkedéssel a generalissimus háromféle tervet üldözött. Az egyik cél az volt, hogy ilyen nagy összpontosított magyar haderő Magyarországtól jó messze eltávolítassék, mert az osztrák hagyomány még mindig nem hisz a magyarnak. A másik nézet szerint a honvédet és az újonc katonát nem tartják a nyílt csatában helytállni képesnek, míg a sánc mögött hasznát vehetik. A harmadik cél pedig az volt, hogy 200 ezer ember fenyegető közelléte által az ellenfél is kényszerítessék saját csensztohovai állását ugyanannyival védelmezni, és az alatt, míg e két erő egymást lekötve tartja, az osztrák-magyar sereg középpontja és jobb szárnya támadásba mehessen át. Ezen összpontosított főseregen kívül még Erdélyben volt hagyva egy erős figyelő sereg, s a szerb határral szomszéd véghelyek megszállva őrcsapatokkal. Ám bár mind Románia, mind Szerbia semlegességről biztosítanak, de egy Galíciában elvesztett hadjárat eshetőségében könnyen megtörténhetik, hogy az odesszai orosz seregnek utat nyitnak mind a ketten Erdélybe és Magyarországba. Azon kívül volt egy erős tartalék összpontosítva Budapesten. Azután az osztrák honvédség mintegy 60 ezer ember Bécs védelmére hagyva. A többi elosztva Komárom, Olmütz, Temesvár erődítvényeiben.
Európának minden nagy és középhatalma kötelezve volt Osztrák-Magyarországot fegyverrel is segíteni, azon esetben, ha bárki által fegyverrel megtámadtatnék. Azon kívül volt egy nagy és örök szövetségese Lengyelország, melynek nemzetéből még most sem és sohasem lehetett kiirtani hazájának mítoszi szerelmét. Azt a fájó, vonagló érzést, mely egy élve eltemetett koporsója födelén zörgetni kész, hogy soha ne engedje a fölötte pihenőket aludni. Hogy soha ne engedje e nemes szerencsétlen mártír nemzet, és e halottaiból is felkelő jóbarát volt még a legbiztosabb szövetséges. Azt ugyan Sásza asszony is megtette, hogy a hadjárat megkezdése előtt ráhozta Lengyelországra a Brankát, a katonaköteles ifjakat egy éjjel rögtön összefogdostatás azokat kiküldte bátyjaikhoz, az Amur mellé, hanem azért maradt még férfi elég, és a lengyelnél még az asszony is félelmes ellenség. A nihil vezérei aztán egy csapással elvették Osztrák-Magyarországtól az utolsó reményt is mások segélyében. Szövetségesül hívták a pálinkát és a rongyot. A legrongyosabb riha szemét népet leitatták pálinkával, aztán üszköt fegyvert adtak a kezébe, és azzal nekieresztették őket a Szent Szabadság nevében a lengyel nemesek birtokosurak és papok házainak. Le a nemességgel, le a papsággal hangzott az egész lengyel földön. Az orosz nihilizmus árja elönté söpredékével azt az országot, ahol a nemesség még eszménykép, és ahol a római hit hirdetői szentek és mártírok. A pálinka és a rongy eljött mindent letörleni, ami szent, ami dicső, ami tiszteletre méltó. És a pálinka és a rongy nem ismert geográfiai határokat. Az undok lázadás büdös füstje átcsapott Galíciába is, és a pálinka és a rongy ott is kiáltani kezdé, le a nemesekkel, le a papokkal. Ezt nem volt szabad tovább türelmesen néznie Osztrák-Magyarországnak. Ki kellett lépnie, ha még érdemesnek tartá magát arra, hogy zászlóin megmerje címereit mutatni a napfénynek, neki kellett megüzennie a harcot. És ezzel elvetette magától a nagyhatalmak segítségéhez való igényeit. Azok mind bölcsen mosták kezeiket. Ja, ha a beteg ember nem hallgat az orvosra, a beteg ember ám lássa, mit nyer vele. Ők csak a megtámadottat tartoztak védelmezni. Az Osztrák-Magyar Birodalom tehát egészen a saját erejére volt hagyatva. A generalisszimus gyorsan döntő csapásra határozta el magát. Haditerve ez volt. Amíg balról a Krakóban összpontosított honvédtábort, jobbról a szambori védett erődítményt maga mögött hagyja, azon fölül a Kárpátok szorosait védváracsokkal, úgynevezett helepoliszokkal ellátja, mik vasból vannak és szétszedhetők, tovaszállíthatók, 60 ezer főnyi tartalékcsapatját minden eshetőségre felállítja a Tarnov-Bohniai vonalon, minden fegyvernemekből kombinálva, az alatt a hadserege zömét abban a szögletben összpontosítva, amit a Visztula és a Szam folyó képeznek, mely mint egy repesztőjék nyomul be Orosz-Lengyelország oldalába, innen egyszerre keresztül törend a Visztulán, az ellenséget döntő ütközetre kényszeríti, és siker esetében a lengyel fölkelőkre is számítva Zamoszk és Mazovice várakat megszálló seregekkel körülzárolva, egyenesen Varsónak megy, és ha a Varsó Csensztóvai vasútvonalat elfoglalhatja, az orosz hadsereget abba a helyzetbe hozza, amiben az 1870-i francia-német hadjáratban voltak a franciák, hogy a két egymástól elválasztott nagy hadseregük sohasem tudott egymással egyesülni, hanem mindegyik külön volt kénytelen megmérkőzni ellenfele zömével. A terv kedvezően indult meg a kivitelben. Egy csel mozdulat a Sokál-Uhnovi vonalon álcázta a Visztula-Szam és a vasúti váracsvonal által tökéletesen elzárt háromszög területén végrehajtott összpontosítást, és a csapatok megindítása osztrák taktikai remekléssel lett végrehajtva. Július 29-én szólaltak meg legelőször az ágyúk, és a kifejlődött ágyúharc késő éjszakáig tartott e hosszú nyári napon. Az osztrák-magyar tüzérség ezúttal is bebizonyítá fölényét.
Az ellenfél nem bírta megakadályozni, hogy a Visztulán 10 hidat ne verjenek. Ezeknek a hidaknak a szerkezete magyar találmány, vashengerekből vannak egyetlen nagy ívvé alakítva, amely hengerek egymást tartják. Ahány henger, annyi léggömb, amely azt fölemeli, és keresztül viszi a folyamon, és a két partra egyszerre lehelyezi. E hidak a legnagyobb terhet megbírják, és az ellenfél tűzhajói, búvárhajói, monitorai nem árthatnak nekik, mert ívben hajlanak el a folyam fölött. Lerakásukhoz csupán kedvező időjárás szükséges, elfogadható csendes szél, és annak mentében jól kiválasztott folyamkanyarulat. Mindez megvolt. A hidak sikerültek, és még azon éjjel erős állást foglaltak az első osztrák-magyar hadosztályok a Visztula bal partján. Másnap az egész támadósereg harcvonalban nyomult előre. Az ellenállás minden reményen felül csekély volt. Az ellenfél tüzérsége gyenge volt és nem állt helyt, a gyalogság csupa opolcsényéből állott, a páncélos druzsinákat kivéve a többi nemigen állta meg a helyét. Sokat tüzeltek, de rosszul, s robbanó puskagolyóiknak a hátránya nagyhamar kitűnt. Amint a gyors tüzelés alatt a puskák kamrája átmelegedett, a belétett töltény könnyen robbanó vasanyaga még a csőben eldurrant. Az olyan félelmesnek hirdetett orosz lovasságból pedig láttak ugyan irtóztató tömegeket, mik, mint a darázsraj zsongták körül az ellenfél előcsapatait, lehetetlenné téve annak másként, mint tömör hadoszlopokban az előhaladást. Hanem azután e hadoszlopokat nem is bírták ezek feltartóztatni. Az osztrák-magyar hadseregnek 40 ezer huszárja vértese dzsidása a világ legrendezettebb, legbüszkébb lovassága volt ez idő szerint. A generalissimus diadal diadalra táviratozott Budapestre. Csekély ellenállás után meg lett szállva Svilov, Opatov, és az osztrovicei erdők és hegyszorosok oly vitézrohammal lettek elfoglalva a sors csapatok által, hogy e diadal után a generalissimus egy merész, lángés csapásra merte elszánni magát. A lovasság a legnagyobb részét, melynek hivatása nem volt a likagórai erdők között harcolni, összesíté, s az Arnopoli vár fölött átszállítá Visztulán, Lublin felé intézve egy csapást, hogy ellenfelének elvágja az útját Varsó felé. Oly nagy volt tervéhez való bizalma, hogy még a krakkói honvédségtől is ide parancsolt 7 huszárezredet, csak egyet hagyva ott, dacára a honvédsereg főparancsnoka, dárdai tábornagy ellenvéleményének. E hatalmas lovas hadtest nem is talált nagy ellenzésre, és haladhatott Lublinig maga előtt tolva 50-60 ezer kurdot, baskírt és kozákot. Ekkor megfordult a szél. Augusztus 3-án erős északnyugati szél támadt, és amint a hideg szél elkezdett fütyülni a Visztulaparti vártaházak ablakain át, a Nida mocsarai mögül egy nagy felhő emelkedett föl. Egy a szó minden értelmében koromfekete felhő, mely messze elfogta a láthatárt és a szél szárnyain látszott közelíteni. Tarnov és Bohnia között volt az osztrák tartalék Báró Grundmann tábornagy vezérlete alatt. Az a fekete felhő e felé hömpölyödött. 80 ezer orosz lovas egy tömegben. Minő csak Attila vagy Batukán vezetett valaha ütközetbe. És ezeknek a lovasoknak a tömege fölött a hozzájuk kötött léggömbök milliárdja. Ez az a fekete felhő. Itt vannak a repülő lovasok, a mocsára folyam nem gát előttük, úgy rohannak át rajta, mintha a síkföldön futnának. Mikor a Visztulán átúsztatnak, 2 vas alligátor, mi ott cirkál, a part védelmére közéjük rohan. Annyi az, mintha ostorral ütnének sáskaraj közé. Néhány lovas elmerül, az alligátorok propellerei nem sokára belekeverednek a levontatott kötelekbe, és mozdulatlanokká téve szörnyeiket, azok keresztül feküsznek a mederben, a felleg pedig repül tovább. És a fekete felhőnek villámai is vannak. Az előre repülő ballon kaptifok hajósai bombákat haigálnak alá ezerével, mint a záport. Minden tüzérség, minden ágyútelep gyermekjátékszer ennek ellenében. 2 óra alatt el van taposva, szét van szórva az egész osztrák tartalékhad. Az öldöklő felhő, a repülő, kentaursereg elgázol, összetör mindent, ami ellenáll, és a futót megüldözi,
amíg a rengeteg el nem takarja előle, és az egész úgy fut el a fölszínen, mint egy álom, mint a rémmese ördögvadász csapatja. A szétzúzott tartaléksereg menekvői elhagyva ágyúikat, elhányva fegyvereiket bújtak szanaszéjjel házak mögé, erdők közé, árkokba, hegyszakadékokba, a rónán csak a hullák maradtak. A repülőlovasok nem hoznak foglyokat haza, nem tartanak bránkárdíreket, kik a sebesülteket fölszedjék. És a vész olyan gyorsan, olyan váratlanul, olyan eltipró erővel viharzik le, hogy se idő, se lélek hozzá a 10 mérföldnyi távolban levő Krakkó parancsnokát értesíteni róla. Az csak másnap reggel tudja meg azt, hogy körül van véve egy 300 000 főnyi orosz hadseregtől. Nem volt elég lovassága, hogy kém szemléket tehessen a környéken. A generalissimus akkor vette észre, hogy egészen emberi dolog történt vele, ami már máskor is, máson is megesett. Az egyik az, hogy ellenfelének állásáról nem jól volt értesülve, a másik meg az, hogy egy új fegyver nem hatásáról csak akkor győződött meg, amikor már kipróbálták rajta, mint elődein a vontcsövű ágyúkat és a hátultöltő fegyvereket. Az ő seregjének is voltak aerosztátjai, csak hogy az a baj volt velük, amit Tatrángi Mózes, a bolond, előre megjósolt, hogy a kötélen vezetett léghajóban huzamos ideig közönséges emberi életműszerek kinemálják a folytonos taszítást, rázást, lögdösést. Ezt saját tapasztalatából is tudta a fővezér, a legedzettebb dalmata tengerészei ájultan, szédülten, tengeri betegen kerültek vissza a magasból. Azért ő ezt az egész stratagémát csak bekerített várak ostromára hitte jónak, ahol a léghajót szabadon hagyták repülni, és a benne ülő tüzér kényelmesen haigálhatja alá robbanó lövegeit. Hogyan sikerült mégis az oroszoknak a lehetetlent lehetővé tenni, annak igen egyszerű a megfejtése. Lapponokat és szamojédeket alkalmaztak a léghajókban. Ez a törpe, soha semmi katonai szolgálatra nem használt faj. Ez az ember vakarcs kiállta azt, amit senki más nem, nyersfagyút is megemésztő gyomrával, lapos fejével, és ezáltal valódi unikumot adott a nihilisták kezébe, amit Európában kívülök nem kaphat meg senki. Most aztán hirtelen meg kellett változtatni a hadrendet. Gyorsan visszavonulni a Visztulán, és az oldalállást foglaló ellenséget kiverni elfoglalt helyéből. A visszavonulást azonban nagyon megnehezítették az orosz lovas csapatok, amik most már, mint egy sáska felleg vették körül a hátráló ezredeket. Az egy éjjel-nappal tartó folytonos csatározás volt, mely miatt a szüntelen foglalkoztatott osztrák-magyar lovasság agyonfárasztva jutott el a Visztuláig, ahol ismét rendbeszedheti magát. A nehéz lovasság paripája azonban tönkre voltak téve. A generalissimus, amikor Szambor alá megérkezett, ott találta szétvert tartalékának maradványait. Azok rémmeséket tudtak beszélni ama kísértetes ütközetről. Szerintük az ellenséges repülő lovas hadseregével ma vagy holnap itt teremhet Sambor sánca alatt. Hogy még nincs itt, annak tán az az oka, hogy az északnyugati szél egészen északivá fordult, és az gátolja a léghajókat a kelet felé való haladásban. A haditanácsban a vezérek nagy része azon a véleményen volt, hogy rögtön vissza kell vonulni a Kárpátok mögé, és ott védelmi állást foglalni, Szamborban erős védsereget hagyva, és a Krakkóban körülzárt honvédségre bízva, hogy állását megvédelmezze. A hegyláncon, az erdőkön a lovasság és léghajó sereg át nem törhet, ott egészen haszna vehetetlen, és egy megforduló szélnél vissza lehet nekik adni a megtorlást. Nekünk is vannak léghajóink, most ők vannak a mi fejünk fölött, déli széllel mi kerülünk ő feléjük. A generalissimus korán látta az egész első harcvonal feladását. Sokkal inkább hű volt a hagyományos taktikához, mely egy előre megállapított tervnek rögtöni megváltoztatását tiltja. Ő még meg akarta kísértetni, ha helyre lehetne állítani a megbontott csatatervet. Kiküldött előbb Zsezsovból, hol seregének balszárnya volt, egy kényszerítő kémjáratot a vasútvonal mentében, ahonnan az ellenség várható volt, ellátva azt kémlelő léghajókkal és vértezett gőzmozdonyokkal. A kémjárat elment egész Tarnovig, és nem talált ellenséget.
A tarnovi állomás vasúthivatalnokai mind helyeiken voltak még. Sem a léggömbből, sem a kémlő mozdonyokról nem lehetett ellenséget fölfedezni. A földnépe, mely a csatamezőn a hullák eltemetésével foglalkozott, azt beszélte, hogy az egész lovassereg rögtön ütközett utána, mint kipihente magát, visszahúzódott Bochnia felé. Ezek beszélték el, hogy vontatják le az oroszok léggömbjeiket a magasból. A hajóban ülő egy másik kötelet hajít le, és azt hozzákötik egy másik csapat ló terhelőihez, azután a két csapat két irányban megindul, és azzal a léggömb leszáll a földre, és a szamojét bombavető kiszáll belőle. A léggömböket aztán a tarnovi vasúton szállítják Bochniáig, terhes szekerekre kötve, mert a szél ellenében nehéz lett volna lovaikkal visszavontatniuk. De hát miért mentek vissza Bochniáig? A krakkói megszálló sereghez akarnak-e csatlakozni? Mi szükség a megszálló seregnél a lovasságra? Ez volt a talány. Valaki azt találta kiejteni a haditanácsban, hogy vajon nem kerültek-e a hátunk mögé, átkelve a Kárpátokon. Ezt a naív kételkedőt jól kinevették. Hol mentek volna át? Repülhet-e a lovasság hegyeken, erdőkön keresztül? A szorosok Helepoliszokkal vannak megrakva. Támadhatja meg azokat lovasság szoros utakban. Árthat azoknak felülről hányt bomba, nevetség rá is gondolni. És még hangzott a nevetés, amikor jöjj egy futár azon sárosan összetépett ruhában leszakadt csizmákkal, ahogy a hegyeken keresztül menekült, jelentve, hogy az orosz lovassereg 80 ezer főnyi erővel, egész hídkészlettel, minden léggömbjeivel együtt még tegnap előtt átkelt a Jablunka szoroson, és ma, ha Isten nem segít, Bécs alatt lehet. De hát hogyan történhetett ez ismét, ami a lehetetlenségek közé tartozik? Hiszen a Jablunkai szoros a legjobban meg volt védve. Egy 6000 főnyi csapat volt ott Dugovics vezérőrnagy panasnoksága alatt, kitűnő horvát lövészekből. Ez árulás, kiáltotta egyhangulag a haditanács, Dugovicsot főbe kell lövetni. Pedig hát, dehogy volt árulás. Az alvezért sem kell főbe lövetni, megtette ő azt már maga. A horvátok is vitézül verekedtek az oroszokkal, nem cimboráltak össze, hanem a generalissimus maga követte el a hibát. Ő adta ki a rendeletet Dugovicsnak, hogy Dandárjából 5000 embert küldjön a Bochnia alatt összpontosított tartalékhoz. Volt ugyan intézkedés téve, hogyha az ellenség sikeres támadásba menne át, akkor ez a csapat megint vonuljon Jablunkára vissza, de ilyen vereségre kigondolhatott volna. Kapott aztán a jablunkai parancsnok a tarnovi gyásznap után nem 5000, hanem 8000 katonát, kik arra menekültek szél ellenében. De ez nem volt sereg. 12 különféle ezred katonái össze-vissza keverve, lovasok ló nélkül, vértesek sisak nélkül, lövészek puska nélkül, tüzérek ágyú nélkül, horvát, tót, román, német, lengyel, bábeli zagyvalékká gomolyítva, tisztek, kik nem tudják, hova tartoznak, kik nem tudnak katonáikkal beszélni, ruháik lerongyolva, bakancsaik leszakadva, minden harmadik ember sánta, és kivétel nélkül mind éhes. Ott maradt a csatatéren fegyver, lőszer, zászló, gulyáshúskonzerv, kétszersült borsóhurka, csak a rémületet hozták el onnan magukkal. Dugovics az egész menekülő rajt a háta mögé kergette, és igyekezett a testétől távol tartani, és el volt rá készülve, hogy megmaradt 1000 emberével és vasváracsaival, ha kell, Zrínyiként fogja feltartani az egész ellenséges tábort, melynek célját most már egész világosan látta. Másnap ott volt Jablunka alatt az egész orosz lovassereg, mely Bochniánál próbáját adta iszonyú erejének. Egész kényelemmel vonulatott el Krakkó alatt, melynek helyőrségét a körülzároló sereg ártalmatlanná tette, s mely lovasság hiányában ki sem törhetett. A parancsnok hős lélekkel utasítá vissza az orosz hadvezér Lavusin felszólítását a megadásra. Az út közepére állítá vashelepoliszait, s lövészeivel elállta a meredélyeket, mik állását mindenünnen védték. A nihilisták két napig alkudoztak vele. Erre a két napra azért volt szükségük, mert léghajóikat nagy nehezen lehetett csak utánuk vontatni, az északnyugati széllel szemközt, sokat le is tépett köteléről a szél, és elvitte messze Magyarországra hírmondónak.
De végre megérkeztek a léghajók. Akkor éjszaka 5000 orosz lövés ellátva röppentyű telepekkel és a hegyi harchoz használt ágyúcskákkal, miket amüzetteknek hínak, felszállt a léghajókban kedvező széllel, félról aradt, átrepült a beszkidek hegytetőin, túlsó oldal erdőiben leszállt, kibocsátva a léggömbökből a gázt. Nincs már rá szükség, Pozsonyban újra meg lehet azokat tölteni. Aztán a Flatzovkánál rendezkedő verthadat mély álmában megtámadta, azok rémülten rohantak a Jablunkai úton Dugovics nyakába azzal a vészhírrel, hogy hátunkban az ellenség. Az utánuk repülő Kongrejev röppentjük és a pattogó amülettek bizonyíték, hogy nem kísértetet láttak. Most aztán Dugovics körülfogva látta magát nem csak egy óriási ellenségtől, hanem egy ilyet zagyva, rendezhetetlen saját seregtől, mely ha egyéb rosszat nem tenne is, de azt megcselekszi, hogy az élelmezési raktárakat Flatzovkánál cserben hagyva őt két nap alatt mindenéből kieszi. E kétségbeesett helyzetben nem volt mit tenni más Dugovicsnak, mint katonáit kiparancsolni a Helipoliszból, hogy megfordított fegyverrel menjenek az ellenség elé, ami a megadás jele, magának pedig lemenni az üresen maradt váracs lőporkamrájába, és azt magával együtt a levegőbe röpíteni. Az orosz hadsereg azután egész szabadon átkelhetett a szoroson, és miután az egész Vágvölgyön még csak egérpatrollal sem fog találkozni, és miután a Mars folyó nem víz neki, tehát nagy csoda, ha most Bécs alatt nem áll. S hogy még csak kétség sem maradjon az ellenség szándoka iránt, még a nap folyamában érkezett több futár is, aki mind azt a hírt hozta, hogy a Jablunkai szoroson nagy tömeg orosz gyalogság is vonult át, mind páncélos druzsinák és igen nagy vonat tüzérparkok a legnagyobb kaliberű csövekkel. Vajon mennyi ideig állhat ellen Bécs? Ezt kérdezi a generalissimus táborkari főnökétől. Semeddig sem, válaszolt gróf Kadorna főszertármester. Bécs a védelemhez nincs elkészülve. A nagyhatalma követei nem fogják engedni, hogy a civilizáció egyik első székvárosa halomba lövessék, hogy egy fegyverrel elfoglaló ellenség által kiraboltassék, és hogy a bankkincsei hadiprédává legyenek, és hogy én az én bécsieimet ismerem, azok sem moszkoviták. Akkor mi nekünk most már nem a Kárpátok mögé, hanem a Dunatisza mögé kell visszavonulnunk, és a Komárom-Budapest-Arad vonalon védelmeznünk magunkat. Valóban ez volt a feladat. Miután félő, hogy most már majd az Alt-Dunánál is mozgalom támad. És abban az esetben azt a Krakkóban elmaradt 200 000 magyar honvédet és újonc sorkatonát, akinek nincs lovassága, hogy valamerre keresztül törhesse magát, ellenben nagyszáma éppen jó arra, hogy rövid időben kiéheztessék, amire igen jó kilátások vannak, az osztrák élelmezési biztosok ismert számolási talentuma mellett, tehát azt a 200 000 fiút úgy nevezik már most katonai műszóval, hogy enfant perdu,